mindenkinek van legója? Lelkes gyerekek veszik körül Praznovszki Mihályt, akinek Lego gyűjteményéből kiállítás nyílt a Szépasszony Völgyi Márai Látogatóközpontban. Az irodalom történész muzeológus 30 éve gyerekei kiskorában szeretett bele a műanyag építőkockákba, azóta gyűjti a várossal kapcsolatos elemeket. Nem tudja pontosan mekkora a gyűjteménye, de csak apró figurából legalább 1000 darabban rendelkezik. A tárlaton egy mini világot épített fel a gyerekeknek. Ami őket körülveszi, kicsiben itt van az egész világ. Nekik is bele kell élni magukat. Kicsinek még könnyű, mert a világ még nem olyan nagy. És ugye ezt úgy rendeztem alacsony asztalra, hogy az ő szemmagasságukban legyen, meg fölülről látjuk már a világot, és az én legóvárosomat is. A legóvilágban vannak épületek, növények, emberek és járművek, felépült egy komplett farm állatokkal, vagy épp a Mikulás otthona egy havastáj közepén. Sok a mozgó elem, a körhinta forog, a vonat körbejár. Nekem is van otthon legóm, és nekem is azt tetszik benne, hogy én is tudok ilyeneket építeni. Neked mi tetszik, Muti? Ez a szimpája. Miért? Mert a vonatokat nagyon szeretem. Nekem a havas tetszett legjobban, mert én már nagyon várom a Mikulás. Van nekem kettő fajta, van egy fa, meg egy ugyanilyen, csak nem ilyen legóval, de én is szeretnék ilyet karácsonyra. Az apró részletek felfedezése után egy kis asztalkánál lehet legózni, ha kedvet kapnak a gyerekek. A Meseváros január 30-áig várja az érdeklődőket.